és legalább ennek a 3/7 nagy beruházásokra fordítani. Ezt ezért mondom, mert tisztában vagyok vele, hogy például itt Mózsán, vagy Lukácson és Erzsébet lakon, Szent Mihályon sokkal több projektet terveztek az elmúlt időszakban, és ezt vállalom is, mint amennyit sikerült megvalósítani. De sajnos azért nem sikerült, mert az elmúlt 5 évben, amióta ez a ilyen alkotmány van Szerbiának, 62 milliárdnál vettek ki a zsebünkből, és ez a pénz egyszerűen hiányzik a nagyberuházási alapból, és nem lehetett onnan pénzelni, tehát a Lukácsi út után egyszerűen nem lehetett más projektumot pénzelni, mert a nagyberuházási alap pedig nagy gondokkal küzdött. Mi az elkövetkező időszakban is végig azon fogunk harcolni, hogy minimális, tehát legalább az alkotmány betartsák, és hogy ezek a pénzek meg is valósuljanak. Még egy dolgot szeretnék mondani, itt a Szent Mihály a kedvéért, de nem csak a Szent Mihály a kedvéért, mert mondjuk Erzsébet lakom, meg Lukácson is néhányan megkérdeztek most a napokban, amikor ott jártam, hogy hogy van az, hogy épül a Szent Mihály tornaterem, és hogy mi tudjuk, hogy a Szent Mihály tornaterem csak a